Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, én Bence Péter vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Túlórában nyírják a füvet, folyamatosan dolgoznak a zöld felületeken Szekszárdon. Paksi diákok országos sikere, a Tolna megyei iparkamara is részt vett a fiatalok felkészítésében. Forgassa földért, magyar siker a 24 órás filmmaratonon. Diák tűzoltó verseny, elméleti és gyakorlati feladatok is várták a résztvevőket. Túlórában nyírják a füvet Szekszárdon. A megyeiugó városban 1 millió négyzetméterről kell gondoskodnia a nem régen felállt csoportnak. A munkát nehezíti, hogy még nem sikerült minden szükséges gépet beszerezni, és a növényzet gyorsabban nő, mint szokott. Folyamatosan egész nap dolgoznak a fűnyíró traktorok és a kaszások Szekszárdon. Nincs könnyű dolguk, mert az elmúlt időszak esőzései miatt a növényzet gyorsabban nő a szokásosnál. Ráadásul a feladatot az idei évtől végzi csak az önkormányzat, és még nem sikerült minden álláshelyet feltölteniük. A megyeiugó város főkertésze azt mondja, a helyiek is segíthetik a munkájukat. A Szekszárd hivatalos Facebook oldalán a több mint jóboron követik a napi jelentést azzal kapcsolatban, hogy éppen hol dolgoznak, és az autóikkal elállnak azokról a területekről. Én javasolnám azt, hogy a város honlapján napi rendszerességgel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az adott napon hol fogunk dolgozni. Sőt, abból kiderülhet, hogy milyen jellegű kaszálás, tehát nagygépes, damilos kaszálás történik. Szekszárd alpolgármester azt mondja, a cél, hogy a munka jelentősen felgyorsuljon, ehhez pedig gépeket is vesznek majd. Eszközöknek a beszerzésében van egy kis csúszás, itt a közbeszerzés nagyon-nagyon lassan halad. Most a munkálatok már az egyéb területeken rendelkezésre álló gépek lettek összevonva, 4 traktoros kasza és 6 darab kézikasza dolgozik folyamatosan. Szekszárdon 1 millió négyzetméternyi zöld felület van, ekkora területen nyírják most túlórában a munkások a füvet. Továbbra is válságálló a magyar gazdaság. A kormányzati intézkedések eredményesen tompították az orosz-ukrán háború hatását, kommentálta a legújabb GDP adatokat Varga Mihály pénzügyminiszter videóüzenetében kedden. Az elmúlt negyed évben 8,2%-kal erősödött a magyar gazdaság. Jelentette be, majd hozzátette, a jelenlegi adatok alapján ez az egyik legnagyobb növekedés az Európai Unióban. A pénzügyminiszter elmondta, hogy a növekedéshez szinte minden ágazat hozzájárult, jól teljesített az ipar, az építőipar, a pénzügyi szektor, de a magas foglalkoztatásnak és a béremeléseknek köszönhetően a kiskereskedelem és a turizmus is erősödött. Hatalmas sikert értek el paksi diákok. A fiatalok ugyanis az első helyezésig jutottak az országos szakmai tanulmányi versenyen. Az iskolások ezzel nem csak a díjakat zsebelték be, hanem mentességet kaptak a teljes szakmai vizsga alól is. Gratulálni, köszönjük a versenyzésre, és Manzinger József úrnak pedig köszönjük szépen a felkészítést. Az első helyezetteknek járó elismeréseket adja át a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara képviseletében Horváth Vörös Mária azoknak a diákoknak és felkészítő tanáraiknak, akik eredményesen szerepeltek az országos szakmai tanulmányi versenyen, illetve a Szakmasztárja Fesztiválon. Idén a megszokottnál is sikeresebbek voltak a paksi energetikai technikum és kollégium tanulói, hiszen 4 is dobogós helyezéssel térhettek haza. Minden az iskolában tanulható ágazatból volt döntősük, 4 szakmában, köztük az elektronikai technikus szakákban pedig kimagasló versenyeredmény született. Szakmasztár fesztiválon sok szakma köré és között az én szakamban is verseny indult, és akkor elmentem, ahol első helyzet lettem végül, és ott is gyakorlati feladatok voltak. A Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara tavaly évvégén hirdette meg a szakma kiváló tanulója versenyt, amire összesen 23 szakmából 154 jelentkező indult. A területi előválogatót Szekszárdon tartottuk a kamarában, illetve itt az irodai titkár, az Pakson itt az eszében került megvalósítása. Az országos elődöntőbe 12 versenyző jutott tovább, illetve, hogy tudjuk is, 2 versenyző jutott a döntőbe, akik első helyezést értek el.
nagyon büszkék vagyunk rájuk, szeretnénk minél több helyre eljutatni ezt az információt, mert azt gondoljuk, hogy ez egy hívó szó lehet a diákoknak a szakmatanulás irányában. Azok a diákok, akik kiváló eredményeket értek el az országos megmérettetésen, a szakmai vizsgájuk alól felmentést kaptak, hiszen ők már egy ország előtt bizonyították a rátermettségüket. Kerékpárút épült Kakasd és Szép Tölgyes között. A megépült szakasz nem csupán a két település rész közlekedésében nyújt segítséget, hanem rekreációs célokat is szolgál. A helyiek abban bíznak, hogy a kerékpárút hamarosan bővülni fog Bonyhád, illetve Szekszárd irányába is. Ez az az út, amely arra hivatott, hogy összekösse Kakasdot Szép Tölgyessel. A hatos főközlekedési úttal párhuzamosan futó sáv részben a kerékpárosok számára nyújt biztonságos közlekedést, de sokan használják kocogásra vagy sétálgatásra is. Maga a pályázat tartalmazott egy 2 kilométeres szakaszt, melyből az épített kerékpárút az 780 métert meghaladó rész, és ehhez 1,2 kilométeres nyomvonal, kerékpáros nyomvonal tartozik. A beruházás költsége meghaladta a 122 millió forintot. Simcsik Orsoly, a polgármester azt mondja, nem csak a biztonságos kerékpáros közlekedést oldották meg ezzel, hanem sokan használják rekreációs célokra is. Az út az első lépés a két település rész összeépítéséhez. A kerékpáros sáv mellett egyébként a vízelvezetéshez szükséges árkok is megépültek, és jelenleg egy fásítási programot bonyolítanak a helyiek. Kakasd részt vette egy országfásítási programba is, ahonnan 22 fa érkezett, és két helyszínre történt a fák elültetése. Itt kislevelűhás, pusztaszil és díszkörte fákat telepítettünk. Simcsik Orsoly azt mondja, a hosszú távú tervekben szerepel az út továbbépítése Bonyhád és Szekszárd irányába is. Igaz, ez utóbbi már rendelkezésre áll, mondja a polgármester, hiszen létezik egy Szekszárdtól a Sötétvölgyi erdőn keresztül Kakasdot elérő terepkerékpáros út is. A tervek szerint 13 megye 109 településén írtják a szúnyogokat ezen a héten, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Az elmúlt napok esőzései és a felmelegedés miatt több helyen is nagyobb számban megjelentek a vérszívók. A csípőszúnyog edényekben, virágcserepekben, kerti tárgyakban összegyűlt vízben, árkokban fejlődik ki. Meleg időben akár egy hét alatt, ezért is fontos felszámolni a lakóhely környéki élőhelyeket, tenyészőhelyeket. Végükhöz közelednek a tavaszi mezőgazdasági munkák. Nagy István agrárminiszter szerint a vetések, a talajmunkák és a tápanyag utánpótlás nagyobb csúszás nélkül elkészült. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara jelentésében az áll, a kukorica, a napraforgó, a szója, a tavaszi árpa, a zab, a cukorrépa, a burgonya és a borsó ültetése is befejeződött. A szemes kukorica egyébként 1 millió 500 ezer, a napraforgó 700 ezer hektáron kerülhet a földbe. Ezek a vetésterületek lényegesen magasabbak az elmúlt egy, illetve 5 éves átlagértékeknél. Több mint 100 kisfilm érkezett a világ minden tájáról a Forgassa Földért elnevezési 24 órás filmkészítő versenyre. A résztvevőknek pontosan egy napjuk volt, hogy kigondolják, leforgassák, megvágják és elkészítsék saját egyperces kisfilmüket a zsűri kritérium szerint. Az idei három elem a napfény, a szemét és fél pohár víz volt, melyből legalább egyet kötelezően be kellett építeni a munkába. Nevezési díj, korosztályi és technikai megkötés nem volt, így bárki részt vehetett a megmérettetésen. Ez az alkotás nyerte a Shoot for Earth, Forgassa Földért elnevezésű 24 órás filmkészítő versenyt. A szervezők a film tudatformáló eszközeivel hívták fel a figyelmet a fogyasztói szokások megváltoztatásának szükségességére a mindennapi életvitel során. Lawrence David Földes, a zsűri elnöke elmondta, a filmkészítő maraton egyfajta versenyfutás az idővel, hiszen a résztvevőknek csak 24 órájuk volt kigondolni, leforgatni, megvágni és elkészíteni a filmjüket. Mindenkinek egy fontos dolog, és amit ezek tudnak csinálni rövid filmekbe, bemutatni embereknek, abból tanulni tudnak. A másik az, hogy egy perces film alatt ez nem egy egyszerű dolog csinálni egy percest. Szóval aki tud egy jót egy percest csinálni, akkor az már tud csinálni nagyobbat. Szóval többet tanul ebből csinálni így egy perces filmet. Először azt ad, hogy gyorsan meg kell csinálni. Kindl Gábor, a verseny alapítója úgy nyilatkozott.
Meglepetésként hatott rá, hogy a gödöllői középiskolás diákok nyerték a versenyt, de örömmel tölti el, hogy a fiatalokat is foglalkoztatja a téma. Egy kategória van, nincs nevezési díj, tök mindegy, hol élsz a világon, teljesen mindegy, hogy milyen technikai eszközzel, amivel lehet filmet készíteni, mivel dolgozó. Egy perces filmet kell csinálni, amiben elmondod a saját gondolataidat, meg mind szeretnél változtatni, és hív fel a figyelmet arra, másoknak a figyelmét arra, hogy ők is legyenek partnerek. A zsűrinek nem volt könnyű dolga az idei filmmustrán, 100-nál is több pályaműből kellett kiválasztani a legjobbakat. Az online és papír alapú elméleti teszteken kívül gyakorlati feladatokat is meg kellett oldaniuk a 19. Széchenyi Ödön tűzoltó versenyen induló diákoknak. A bonyhádi megmérettetésen 5 település 9 csapata indult, ahol a legjobb jutalma vándorserleg volt. 19. alkalommal rendezték meg a Széchenyi Ödön diák tűzoltó verseny Bonyhádon, ahol a Tolna megyei tűzoltó szövetség mellett a Bonyhádi önkéntes tűzoltó szövetség is segítette a szervezők munkáját. A Parhant, Kurd, Nagymányok, Zomba és Bonyhád csapatai képviseltették magukat a megmérettetésen, ahol elméleti és gyakorlati tudásukról is számot adtak. Ukker Olivér elmondta, az online résznél az okozta a legnagyobb nehézséget számukra, hogy nem volt elég idejük gondolkodásra és a válaszadásra. Ez a tűzvédelmi szabály, ez végül is nagyon könnyű, egyszerű feladat, ebben nincsen olyan nehéz dolog. Kaptunk képeket, meg volt, be kellett számozni, amik voltak, aztán volt, hogy tűzoltókat hogy kell hívni, min kell hívni, meg egyéb ilyen kérdések. Jó, az jól sikerült, elsőként adtuk be a feladatlapot, úgyhogy úgy gondolom, hogy egész szép eredményt fogunk elérni. A zsűri két kategóriában díjazza a versenyzőket. Külön értékelik a lányokat, és külön a fiú és vegyes csapatokat. Az első három helyezett éremmel és oklevéllel gazdagodott, a legjobbaknak pedig egy vándorselleg is járt jutalomba. Két év kihagyás után 19. alkalommal sikerül megrendezni ezt az eseményt, amelyet iskolánk névadójának fiatalabbik fia, gróf Széchenyi Ödön tiszteletére rendezünk meg minden évben. A mai eseményen 5 település, 9 csapata vesz részt. Nagy öröm számunkra, hogy nagyon sok embert, diákot, felkészítőt, önkéntes és hivatásos tűzoltót megmozgat ez a rendezvény. A résztvevő csapatok a tűzvédelmi és a gróf Széchenyi Ödön életével kapcsolatos elméleti kérdéseken kívül gyakorlati feladatként a locsoló tömlő működtetését is bemutatták. Regionális híreink következnek. Gázolás Újpetrén anyát és lányát ütötte el az autós a településen. Korhű bemutatók és rajzverseny eredményhirdetés, emlékhelyek napja Mohácson. Bevált az új rendszer, idén is házhoz megy a szolgáltató, regisztrációhoz kötött lomtalanítás Kaposváron. Halálos tragédia történt a Baranyai Újpetrén. Anyát és lányát gázolt el egy autó a település főutcáján. Az áldozatok kerékpárral közlekedtek az úton, mikor a gépjármű beléjük hajtott. A rendőrség még vizsgálja, mi okozhatta a balesetet. Mécsesek és Virág az újpetrei halálos gázolás helyszínén a Kossuth utcában. Az úttesten még látszanak a helyszínen és nyomai és a vérnyomok is. Egy 37 éves édesanyja és 12 éves lánya kerékpárokkal közlekedtek az útszélén, mikor elütötte őket egy autó szombaton délután. Állítólag nagyon gyorsan jött. Hát de nem csak ő megy, itt megynek sokan. Mondja ez a nő, aki a balesethez közeli házban lakik. Szomszédja arra lett figyelmes, hogy valami légi jármű közelít a faluhoz. Én sírva fakadtam, mikor ezt a repülőt hallottam itt a házam fölött, hogy itt, hogy jön. Mondom, mi a jó Isten van itt, mondom, itt akar leszállni a repülő. A fiam kilépett, azt mondta, anya, a mentőhelikopter van itt. És azonnal sírva fakadtam, de nem tudtam még akkor, hogy mi történt. És mikor kijöttünk, akkor már mondták, hogy lehet, hogy az anyja meghalt. A szóvivő azt mondja, még sok részletet meg kell vizsgálniuk a szakértőknek, hogy kiderüljön, mi vezetett a tragédiához. Eddig tisztázatlan okból és körülmények között szombat délután Újpetrén a Kossuth utcában egy személygépkocsi elütött két kerékpárost. A baleset következtében a 37 éves nő olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A
12 éves gyermek súlyos életveszélyes sérüléseket szenvedett, azonban kórházba szállítását követően ő is életét vesztette. A baleset körülményeit a Baranya megyei rendőrfőkapitányság közlekedés-rendészeti osztálya vizsgálja. A gázolás után vért vettek a sofőrtől. Nem találtak benne alkoholra vagy kábítószerre utaló nyomokat. A helyszínen pedig nincsenek féknyomok, így azt vizsgálják, miért nem vette észre az autóvezető délután 5 órakor a két kerékpárost, anyát és lányát az úton. A helyiek azt mondták, hogy egy orvos ütötte el őket, aki a közeli Kozármislenyben lakik. Ezt az információt azonban nem erősítette meg a rendőrség. Közel 500 évvel ezelőtti fegyverek, viselet, katonai szokások. Ezekkel ismerkedhettek meg hagyományőrzők segítségével azok, akik ellátogattak a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyre. Az emlékhelye napja alkalmából különleges programokkal várták a kicsiket és nagyokat. Többek között ezek a rajzok érkeztek a Duna-Dráva Nemzeti Park igazgatóságának felhívására. A táj, illetve természetvédelmi szervezet ugyanis pályázatot hirdetett általános iskolások számára. Ami a Mohácsi csata közelgő 500. évfordulójához kapcsolódik, ez volt az egyik témakör, történelmi témakör, a másik az a Mohács és térségének néprajzához kapcsolódó, itt egy kicsit a busójárás, legalábbis amit látunk a beérkezett pályaművekből, a harmadik, mivel nemzeti park vagyunk, pedig az a természeti környezet, ami körülvesz minket. Az eredményhirdetést a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen tartották. Nem véletlenül, hiszen május 14-én országszerte zajlott az Emlékhelyek Napja elnevezésű rendezvény. Ez idén már a 7. alkalom. Hazánkban 21 nemzeti és 55 történelmi emlékhely van, ezek közül is az egyik legfontosabb a Mohácsi, hangzott el az eseményen. Idén összesen 60-an reagáltak erre, tehát az egész országban azt lehet mondani, ilyen programok lesznek most, és ami a különlegessége ennek az egésznek, hogy olyan attrakciókkal készülnek, amelyeket évközben általában nem lehet látni, olyan részeket nyitnak meg, olyan kedvezményeket adnak, olyan családi programokat dolgoznak ki ilyenkor, ami miatt ez a nap ez különlegesé válik mindazok számára, akik ide ellátogatnak. A rendezvény további célja az ifjúság nemzettudatának erősítése és növelése, hangsúlyozta a térség országgyűlési képviselője. Argitai János kiemelte, hogy az akkori világhatalom megdöntése érdekében összefogtak az európai nemzetek. Ezt a gondolatot is be kell emelni a mohácsi gondolkodás körébe. Ne csak egy temető, ne csak egy gyásztér legyünk, hanem a hősiesség gondolata és a közép-európai összefogás gondolata is az 500. évforduló kapcsán kerüljön be a csata kapcsán a magyar identitásba. Én azt gondolom, ez a legfontosabb, és ez persze meg fog valósulni különböző tárgyasult formában, amikor egy múzeumot csinálunk, amikor emlékkápolnát csinálunk, amikor más dolgokat felújítunk, és még sorolhatnám. Az emlékhelyek napján a látogatókat különleges szakvezetésekkel várták, akik így a közel 500 évvel ezelőtti fegyverekkel, viselettel, katonai szokásokkal ismerkedhettek meg, de a bátrabbak az íjászatot is kipróbálhatták. 2021-ben egyébként az év nemzeti emlékhelye címet nyerte el a Mohácsi. Hagyományőrzés, népzenei programokkal, valamint kézműves foglalkozásokkal ünnepeltek a Nemzeti Emlékhelyek napján Somogyváron. A Szent László Nemzeti Emlékhelyen, vagyis a Somogyvár területén az 1970-es években egy olyan bazilika és kolostor területét tárták fel, amelyet Szent László alapított. A Sárga Rózsa Népdalkör népzenei előadása is szórakoztatta a közönséget hétvégén Somogyváron. A Szent László Nemzeti Emlékhelyen is színes, hagyományőrző programokkal várták az érdeklődőket a Nemzeti Emlékhelyek napján. Ma egy ilyen kultúrműsor volt tulajdonképpen, ami egy néptánc műsor volt ugye a kezdetben, aztán ugye az óvodásoknak volt egy szintén hasonló jellegű műsora, aztán itt működik a községünkben egy népdalkör, ugye ők léptek föl, illetőleg van egy lelkes zenetanárunk, aki citera zenekart alakított, illetve tanítja, és ugye ők is fölléptek. Aztán ilyen kiegészítő rendezvényként kézművesség, meg gyerekfoglalkozások ilyenek lesznek még a mai nap során. Családok, kicsik és nagyok közösen fedezték fel a romokat, sőt szombaton érkeztek visszajáró látogatók is, akiket minden egyes alkalommal magával ragadt Kupavár különleges milliója. Én itt lakom nem messze, és nagyon sűrűn eljövök ide, mert átélni azt, hogy itt 1000 évvel ezelőtt itt voltak emberek, és akik gazdálkodtak önerőből, amikor még nem volt villany, gáz, semmilyen nem volt, de ők itt voltak, és ezt meg tudták építeni, és hogy ez itt van nálunk, hát ez egy fantasztikus dolog. Ezt én minden alkalommal, elég sűrűn jövök, de minden alkalommal átélem,
És hát szerintem ezt mindenkinek érdemes megpróbálnia, hogy ez milyen ez az élmény, amikor itt van, és azt mondja, hogy hú, hát itt ezek megcsinálták ezt tényleg. És van ez a kilátónál, meg lehet nézni, hogy milyen szabályosan volt az egész megépítve. Hát azt mondja az ember, le a kalappal. A Szent László Nemzeti Emlékhely egyik különlegessége, hogy egyszerre kapcsolódik Koppány vezérhez és Szent László lovak királyunkhoz. A hely, ahol most jelenleg vagyunk, ez a Kupavárhegynek hívott rész, ugye ez a Koppány várát jelenti, és a kollektív emlékezet az úgy tartja, hogy ezen a helyszínen volt Koppány vezérnek a vára, de az 1972-ben megindult ásatásoknak az eredményeként a Szent László által alapított kolostornak és a bazilikának a maradványai kerültek elő. Ez egy közel 20 évig tartó föltáró munkát jelentett, és ugye vele párhuzamosan megindultak a rekonstrukciós munkálatok is, és nagyjából ez az, amit most itt láthatunk. A román stílusba épült bazilikába és kolostorba Szent László francia bencés szerzeteseket telepített be, akik több évszázadon át éltek és gyógyítottak is Somogyváron. A bazilika központi részén található egy sírhely, így van ez Kupavár esetében is. A legenda szerint ugyanis itt volt Szent László első nyughelye. Egyre többen keresik fel a Szent László Nemzeti Emlékhelyet, ahová évente több mint 10 000-en látogatnak el. Az érdeklődők nem csak a kupavári romokat nézhetik meg, hanem a 2015 óta működő látogatóközpontba interaktív módon ismerkedhetnek meg Szent László korával és a Nemzeti Emlékhellyel. Zökkenőmentesen zajlik a regisztrációhoz kötött házhoz menő lomtalanítás Kaposváron. A tavaly bevezetett új rendszernek köszönhetően ma már ilyenkor is tiszta és rendezett képet mutat a város. Ugyanakkor például az építési-bontási törmeléket, használt autógumit, beszáradt festékes födröket továbbra sem szabad a kukák mellé tenni. Régi székeket, rossz matracokat pakolnak a kukásautóba a kaposvári szolgáltató munkatársai. A közelmúltban megkezdődött a regisztrációhoz kötött házhoz menő lomtalanítás a Somogyi megye székhelyen. Ennek a tavaly bevezetett új rendszernek az a hatalmas előnye, hogy lomtalanítás idején is tiszta és rendezett marad a város. A regisztrációs időszak az márciusban indult, áprilisban kiértesítettünk mindenkit, és most már egy hete gyűjtjük Kaposvár különböző utcáin a hulladékot. Azt kell, hogy mondjam, hogy a lakosok rendezetten rakják ki a hulladékot, és most már rendezetten is találják kollégáink a hulladékot, amikor odaérnek, nincsen széttúrás, nincsen szétfötrés, és maga a látkép a sokkal szebb, mint volt. Autógumit, rossz műszaki cikket, sittet és üvegeket ugyanakkor továbbra sem szabad lomtalanítás alkalmával sem az utcára tenni. Építési bontási hulladékot, veszélyeset, festékgöngyöleget, amiből sok van még kint az autó alkatrész, illetve üveget nem tudunk elhozni, ez akkor sem, hogyha ajtóba van beépítve, munkabiztonságilag üveget sajnos tömörítős gépjárművel nem gyűjthetünk. Az építési bontási törmelék lakcímkártyával a Nádasdi utcai lerakóban adható le évente 1 tonnáig ingyenesen. A műszaki cikkeket és a veszélyes anyagokat pedig háztartási mennyiségben úgy szintén térítésmentesen a hulladék udvarban veszik át. Végül mutatjuk újra röviden, hogy miről szólt a híradó. Túlórában nyírják a füvet, folyamatosan dolgoznak a zöld felületeken Szekszárdon. Paksi diákok országos sikere, a Tolna megyei iparkamara is részt vett a fiatalok felkészítésében. Forgassa földért, magyar siker a 24 órás filmmaratonon. Diák tűzoltó verseny, elméleti és gyakorlati feladatok is várták a résztvevőket. Szerdán túlnyomó részt napsütéses, az évszakos átlagnál pár fokkal alacsonyabb hőmérsékletű idő várható, mérsékelt széllel, erős UV-sugárzással. Csapadék nem hullik majd, eseménytelen derült időnk lesz éjszaka. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon. A naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!